Tisztelt Országgyűlés, Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az agrárminiszter úrhoz. Dócs Dávid képviselőt illeti a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszterhelyettes úr. A magyar mezőgazdaság a kiszámítható magyar jövő alapja. Így annak akadálymentessé tétele minél hatékonyabb termelése, nemzetgazdasági értek, így a tapasztalható problémák mielőbbi megoldásra várnak. Az üzemanyagárak elszabadulásával a mezőgazdasági gépek üzemeltetése nem kifizetődő a kisgazdák vagy a kisgazdálkodók számára, akikre nem vonatkozik az árstopp, mert nem tudnak traktoraikkal vagy mezőgazdasági gépeikkel beállni a benzinkutakra, így nekik az egyetlen megoldás, hogy tartályokban, kannákban hordják az üzemanyagot, hogy megtankolják gépeiket, de ezt már csak kedvezmény nélkül és mennyiség korlátozással tudják megtenni. És épp aratás idején. Nem vonatkozik rájuk sem az árstopp, sem az 50 liternél több üzemanyag vételezésének a lehetősége, de valahol ez már csak 10-20 liter magánkutakon. Nem beszélve az erdészeti tevékenységet végzőkről, illetve a lakossági felhasználásról, ahol a kisgépekbe történő szállítóedénybe történő tankolás is árstopp nélkül történik. Így az élelmiszeripar előállítók, a kisgazdálkodók és a lakosság is rá van kényszerítve a normál és magasabb ár kifizetésére. A kisgazdálkodók, erdőgazdálkodók és az őstermelők, akik a hátukon hordják a sokszor nem kifizetődő és nehéz megélhetés biztosító mezőgazdaság terheit, nem rendelkeznek elegendő tőkével és technológiával ahhoz, hogy ilyen körülmények között is fenntartsák magukat. Arra kérjük a kormányt, hogy azok számára, akik aktívan foglalkoznak mezőgazdasággal, tehát őstermelők vagy vállalkozók, a tevékenységi körük mezőgazdasággal összefüggő, rendelkeznek mezőgazdasági végzettséggel vagy jogosítványal, és ez mellé egy erőgép forgalmi engedélyével is, azoknak tegyenek kedvezményeket, az államilag támogatott üzemanyag vételezhető mennyiségét pedig növeljék minimum 200 literre. Ezen felül a kis és középgazdálkodók a megnövekedett input anyagok miatt kevésbé versenyképesek, ezért kérjük a kormányt, hogy számukra vetőmag vásárlási támogatás bevezetésével biztosítsák, hogy a földek meg legyenek művelve jövőre is, és el legyenek vetve. A legkisebb termelőknek is meg kell adni minden segítséget a saját és családjuk megélhetésének a biztosítása véget, valamint annak érdekében, hogy az előttünk álló embert próbáló időszakot minél kevésbé nélkülözve tudja országunk átvészelni. A betakarított terményeket pedig ne exportra küldjük, hanem a kormány garantálja azok felvásárlását, hogy azok a magyar boltok polcain legyenek újra megtalálhatóak. Eddig 7000 gazda nyújtott be az asszállyal kapcsolatban, csak nem 230 ezer hektárra kárigényt, a kár pedig már most több, mint 400 milliárd forint, ezért azonnali orvoslását kérjük a kormánytól ennek a problémának. A kormány kommunikáció ellenére a kártérítésekből nem fog jól lakni a magyar nemzet, erre a helyzetre a vízgazdálkodás azonnali megoldása fog csak megoldást adni. A kérdésem tehát az, hogy milyen válságkezelési tervet készít erre a kormány, mit fog tenni annak érdekében, hogy a magyar gazdák jövőre is tudjanak élelmiszert letenni a nemzet asztalára. Köszönöm szépen. Válaszadásra kérem Farka Sándor államtitkár urat. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. A magyar mezőgazdaságban már korábban is tapasztalt rendkívüli körülmények között is elmondhatjuk, hogy a mezőgazdaság helytállt ilyen időszakokban, és most is helytállt ezben a kritikus időszakban azokkal a kihívásokkal szemben, amelyeket tapasztalunk. Ilyen kihívásokról néhány gondolatot, ilyen kihívás a munkaerőhiány, a hosszantartó szárazság, a nyári asszály, és most újabban a rendkívül magas inputárak, valamint megkerülhetetlen az orosz-ukrán konfliktus következményei. Kijelenthető, hogy a magyar mezőgazdaság ellenálló és kapacitásai révén akár sokszor elmondtuk, már most is elmondom, hangsúlyozom, mint egy 20 millió embernek tudunk élelmiszert előállítani önerőből, szükség esetén pedig még akár a piacoknak, a közös piaci és élelmiszergazdaságban kialakult külkereskedelmi csatornák itt igénybevételével is tudjunk biztosítani. A gabona, olajos és fehérje növények világpiaci és hazai árszintje 2021 óta emelkedik, és ez jelenleg a piaci helyzetet döntően befolyásolja, és nem utolsó.
sorban ez jelenti a háborús inflációt. Hiszen a háború hatására az elmúlt, már az eleve magas árszintek történelmi csúcsokra ugrottak. Jelen helyzetben sok múlik azon, hogy hogyan és milyen ütemben tudunk alkalmazkodni ágazataink ezen körülményeihez. Az alkalmazkodáshoz a kormány eddig is és ezután is mindig minden lehetséges eszközzel hozzájárul. Ön feltette az aszálykárral kapcsolatos kérdését is. Erre válaszolva, ami az aszály hatásait illeti, most aratásra kerülő gabona összmennyisége a korábbi évek átlagánál szerényebb, de a hazai igényeket biztosan fedezni fogja. A vízhiány és az aszály a klímaváltozás felejárójaként várhatóan egyre nagyobb és gyakoribb kihívásokat támaszt a mezőgazdasági termelés elé. Megfelelő kezelésére a termelők és a kormányzat részéről is folyamatos erőfeszítésre van szükség, ezért Európa egyik legfejlettebb, több pillére nyugvó mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerét működtetjük, valamint az öntözéses gazdálkodás terén is előreléptünk, megalkottuk 2019-ben az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényt, ami adminisztratív terhek csökkentésével, öntözési szolgálom bevezetésével és az öntözési közösségek szabályozásával, támogatásával komoly lehetőségeket nyújt. 2016 óta elérhető pályázati kiírásokból több mint 47 milliárd forint értékben valósulhatnak meg öntözésfejlesztési beruházások. Itt csak megjegyezni szeretném, tisztelt képviselő úr, hogy az elkövetkezendő hónapokban nem csak az asszálykár, hanem a korábbi elképzeléseket figyelembe véve egy összátfogó, jelentős részben az aszálykár mérséklésére, a klimatikus viszonyok megváltoztatására egy intézkedési csomagot, egy tervet fogunk készíteni, amely nem rövid távú, hosszú távú, nem egyéves, nem kétéves, hanem akár évtizedekre szólónak kell, hogy legyen, mert a jelen helyzetben arra kell számolni, hogy a klimatikus viszonyok megváltozásával ez egy tartós olyan időszak lesz, amelyre feltétlen fel kell készülni. Természetesen korábban is voltak már ilyen tervek, amelyek részben, csak részben valósultak meg, de ma úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlenül ezeket a lépéseket meg kell tenni. Tisztelt képviselőjére, az orosz-ukrán konfliktus kirobbanásával, majd az ukrán termény kiáramlás akadozásával ugrásszerűen megnőtt a kereset a gabona készletek iránt. A magas piaci árak mellett ez a körülmény vezetett oda, hogy a kormány március 6-ai hatállyal kiviteli bejelentési kötelezettséget vezetett be búzára, durumbúzára, rozsra, árpára, zabra, kukoricára, szójababra és napraforgóra. Az intézkedés eredményes naprakész rálátást biztosít a piacra, az export akadályozása nélkül ugyanakkor a beavatkozás lehetőségét is megtartva. Magyarország eddig egy bejelentés kapcsán sem élt, de adott esetben bármikor élhet az állami elővásárlási jogával. Tisztelt képviselő úr, ön, bocsánat, túléptem a keretet, de akár szóban a folyosón szívesen folytatom önnel való beszélgetést. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőket, elfogadja a államtitkári választ, vagy a folyosón folytatják? Tisztelt elnök úr, a folyosón okvetlen folytatjuk ezt a megbeszélést. A választ pedig egyelőre nem tudom elfogadni, majd csak akkor, hogyha kézzel fogható és szemmel látható intézkedések is fognak bekövetkezni. Egy példát szeretnék felhozni, én nem vagyok annyira optimista, mint miniszterhelyettes úr, hiszen a tavalyi árpa mennyiséghez képest 30%-kal nőtt a bevetett területek száma, a tavalyi termésátlaghoz képest mégis 10%-kal csökkent az idei termés. Ez azt mutatja, hogy hiába növeltük egyharmadával a területeket, még így is csak minusszal tudtunk kijönni az árpa termés okán. A homokhátság és az egész Alföld, de Kelet-Magyarország egyes része is az elsivatagosodás veszélye alatt állnak. Éppen ezért mi azt szeretnénk, hogyha a magyar tenger után nem lenne magyar sivatag is, ezért az öntöző rendszereket és a csatornahálózatot mielőbb feltétlenül és muszáj, hogy újra gondoljuk, hiszen hiába 2019-ben az elfogadott törvény, az adminisztráció kevesebb, de a víz is kevesebb, nincs miből öntözni. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, tehát...